A világegyetemnek az 5%-a a látható anyag, 27% úgynevezett sötét anyag, és 68% sötét energia. Az energiát különböző frekvenciájú hullámok állítják elő. Az egész világegyetemet ezek a rezgések hitatják át, és valósítják meg az általunk érzékelhető anyagi világot. Albert Einstein a valóságot így fogalmazta meg. A valóság csak illúzió, bár nagyon kitartó. Műszereinknek van egy alsó és egy felső határa, amit képesek mérni. Ez korántsem jelenti azt, hogy amit műszereink nem jeleznek, az nem létezik. Műszereink fejlődésével egyre szélesedik a mérhető sáv. Ma már képesek vagyunk a gondolat rezgés szintjét is mérni. Ha kutatunk a múlt írott, vagy egyéb más módon ránk hagyott üzeneteiben, ott olyan üzeneteket találunk, amiket a tudomány segítségével csak mostanában kezdünk megérteni és felismerni fontosságukat. Mivel sokszor sok ezer éves az üzenet, az értelmezése a mai gondolkozással nem egészen egyértelmű. Ha az akkor élt emberek úgy gondolták, hogy bizonyos tudást az utókornak feltétlen tudnia kell, és hajlandóak voltak rengeteg időt és energiát fordítani arra, hogy minél időtállóbb módon örökítsék meg az üzenetet, akkor biztosak lehetünk abban, hogy az üzenet nagyon fontos. Nekünk kötelességünk a legjobb tudásunk szerint megpróbálni megfejteni ezeket. Fontos üzenetet hordoznak a szimbólumok is. A hanghullám más és más frekvencián különböző formát hoz létre. És itt felismerhetővé vált néhány ősi szimbólum is. Honnan ismerhették ezeket a több ezer évvel ezelőtt élt emberek? Ezen a képen a jól ismert Yin és Yang jelenik meg. Ha egy bizonyos frekvenciát használnak, a körkereszt formája rajzolódik ki. Az egyik legrégebbi ismert szimbólum. A megközelítőleg 50 ezer éves amulett körkeresztet ábrázol a tatai őstelepről. Sumér körkereszt. Dél-Afrikában úgy nevezik, hogy Mabona. Fény, úr. Egy magyar anyanyelvű embernek feltűnik a hasonlóság a világ űr szavunkkal. Nem túl rég, csak néhány éve sikerült először a hanghullámokat három dimenzióba lefényképezni. A hanghullámok mind buborék terjednek. Honnan ismerték ezt a Szent Korona készítői? Mert a háromdimenziós képen jól látható, hogy a korona felülnézetben is és oldalnézetben is pontosan illeszkedik a hanghullám által kialakított képbe. A hanghullámok képesek más módon is határ gyakorolni az anyagra. Például súlytalanságot állítanak elő. Itt apró golyókkal és vízcseppekkel mutatják ezt be. Az ismert energiák közül a gondolat rezgése a legmagasabb, ami mindenen áthatol és mindenre hatással van. Képes az anyag viselkedésének megváltoztatására is. A japán Masaru Emoto kísérletei bizonyítják, hogy a gondolat rezgése befolyásolja az anyag viselkedését. Ha a vízre pozitív vagy negatív gondolatokkal hatunk, akkor a víz molekulái ezt érzékelik, és a víz lefagyasztása után a kristályok más és más formát vesznek fel. Az atom legkisebb részecskéje
mint egy inga váltakozik. Egyszer energia, egyszer megszilárdult energia, vagyis anyag. Ahhoz, hogy egy bizonyos részecske milyen atom formájában jelenjen meg, és hogyan viselkedjen, kell, hogy kapjon egy információt. Az információt pedig kell, hogy egy gondolat irányítson. Az atom akkor is másként viselkedik, ha megfigyelik, és másként, amikor nem. A váltakozás, az energia és a már megszilárdult anyag közötti kapocs, az maga az információ. Ezért lehetséges, hogy mivel ezt az információt a megfigyelő gondolatai befolyásolják, ezért az atom viselkedése is változik. Így talán könnyebb megérteni, hogy mint minden anyagi dolognak, úgy az emberi testnek is az energia formában lévő állapotában kapott információ határozza meg a következő pillanat anyagi valóságát. Ugyanúgy, mint az atom, az ember is egy hármas egység. Ha ezt elfogadjuk, akkor megkapjuk a működési elvet. Ha a testet egy hármas egységnek tekintjük, akkor a test és a szellem között a lélek, vagyis a gondolkodásunk által elképzelt önmagunk az összekötő kapocs. Most gondolkozzunk el Jézus azon tanításának értelmezésén, amit oly sokszor hallunk. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki nem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Vagy a másik tanítás, ami kapcsolódik. Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. A tanítás szerint őt kell követnünk, úgy kell élnünk, gondolkoznunk, szeretnünk, mint ahogy azt ő tette. Ezzel csak az a gond, hogy mint kiderült, sokszor még a saját tanítványai sem értették meg tanításait. Akkor hogyan feltételezhette Jézus, hogy 2000 évvel később mi majd megértjük és képesek leszünk követni az ő életfelfogását, életmódját? Nem erről van szó. Ezt senkitől nem várhatta, és nem is várta el Jézus. A szövegbe hiba került. Nézzük meg így. Az én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki nem mehet az Atyához, hanem ha az én általam. Így szól a másik. Az én vagyok a világ világossága, aki az ént követi, nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Ez a tanítás már világos és érthető. Így már követhető, amíg a világ világ. A magyar nyelv is pontosan ezt erősíti. Az én vagyok. Vagy ok. Itt felmerül a kérdés. Ha én vagyok az oka mindennek, akkor kik a többiek? Mindenki, vagyis mind Enki. Ki is volt Enki? A sumér mitológiában ő a Föld, és a Földön mindennek megteremtője. Érdemes elgondolkozni azon is, hogy a római pápa a Szent Péter földi képviselője, Szent Péter pedig mennyország kulcsának őrzője. A Vatikán főterén álló szobor egyértelműen az agy tobozmirigyét szimbolizálja. Úgy tűnik, nincs itt semmiféle titok. Ők kitették mindenki szeme elé a mennyország kulcsát, ami nem más, mint a tobozmirigy, ami bennünk van. A gondolat erejének hatalma sokkal nagyobb, mint ahogy mi azt képesek vagyunk elképzelni. Úgy a saját, mint az egész emberiség sorsát képesek vagyunk befolyásolni, megváltoztatni. Az ember is ugyanúgy működik, mint azt már az atomnál láttuk. Ez azt jelenti, hogy igaz, hogy az anyag megkap egy teremtői információt, amit megkaptunk mi is, és ezt kitörőhetetlenül hordozzuk is magunkban.
a kép ott van minden sejtünk tudatában. Viszont a saját gondolataink képesek ezt felülírni. Ez a szabad akarat, amit mi irányítunk. Itt rejlik a gondolat ereje, magunk választunk mindent, a betegséget, a viszályokat. A gondolkodásmódunk, akinek hisszük magunkat, a vallásunk, a világnézetünk, a viselkedésünk összessége, az maga az információ, ami a következő pillanat valóságát megteremti. Most nézzük, az ember gondolkodása hogyan hat a valóságra. Mint már láttuk, a szellem és a test között a lélek, vagyis akinek hisszük magunkat, az összekötő kapocs. Ez az információ halmaz, ami folyamatos, és a szellemtől is, és az anyagi világtól is gyűjti az információt. Ezt az információt átadja az atomi részecskének abban a pillanatban, amikor az energiaformában van. Ez az információ határozza meg az atom következő pillanat anyagi állapotának viselkedését. Ha ideálisan működik, akkor a lélek figyel úgy a szellemi, mint az anyagi információkra is. Így áll fel az egyensúly, a földi szent háromság. Test, lélek, szellem. Viszont ha a figyelmünket csak az anyagi dolgokra fókuszoljuk, akkor beáll arra a szintre. A mi döntésünk, hova irányítjuk figyelmünket. Nimród nagyon fontos üzenete a nyíllal való célzás. A figyelem összpontosítását fejezi ki. A döntés a miénk, szabad akarat. De vajon valóban mi magunk válasszuk ezt meg? Valójában van szabad akaratunk, ami jogos tulajdona kéne legyen minden embernek? Ez az emberiség tragédiája. Ez a csapda, amibe beleestünk. Így csapjuk be önmagunkat, anélkül, hogy észrevennénk azt, hogy az elképzelt én természete, jelleme, életszemlélete belénk nevelhető és könnyen alakítható. Akinek mi hisszük magunkat, semmi köze az igazi énünkhöz. Attól függően, hogy a Föld melyik részén, milyen kultúrának a nevelését kapjuk, más és más lesz az életfelfogás. Kialakítunk magunknak egy ideális példaképet, és elkezdjük játszani ennek a szerepét. Ha valaki sérteni méri ezt a példaképet, akkor foggal, körömmel védelmezzük ezt a mások tanítása által kialakított én képet. Ha csak is a közvéleménynek való megfelelés a cél, és minden gondolatunkkal, cselekedetünkkel erre fókuszolunk, akkor megszakad a hármas egység, és a valóság beáll az anyag szintjére. A gondolkodás minőségének is különböző rezgés szintjei vannak. A gyűlölet a legalacsonyabb szint körül rezeg, a szerelem a legmagasabb. Ki ne érezné a kettő közötti különbséget szavak nélkül is. Az ember szelleme szünet nélkül megpróbál figyelmeztetni, hogy ne kövessünk el hibát, vagy melyik utat válasszuk. Szellemünknek nincs nemzetisége vagy vallása, se nem fehér, se nem színes bőrű. Nem tesz különbséget szegény vagy gazdag között, csupán bölcs, igazságos és tiszta, feltétel nélküli önzetlen szeretet. Ha az életfán, ami bennünk van, fel akarunk jutni, le kell hámozni a kérgét előtte, mert csak úgy juthatsz fel. Ez azt jelenti, hogy minden külső környezet befolyását ki kell zárni, és gyermeki, tiszta, őszinte szívvel figyelni a belső hangokra. Így újra visszaáll a test, lélek és a szellem egyensúlya. Nagyon fontos megérteni a gondolataink és hitünk szerepének fontosságát. Aminek vagy akinek feltétel nélkül minden mást kizárva hisszük magunkat, azt teremtjük meg. A hit szerepe és fontossága. Erről sokaknak a mustármag példabeszéd jut eszébe.
hogyan kell értenünk a jól ismert, sokat emlegetett tanítást. A tanítás így szól. Mert bizony mondom néktek, ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen amoda, és elmenne, és semmi nem volna lehetetlen néktek. Miért nem működik ez? Hiszen az emberek többé-kevésbé hisznek. Járnak templomba, naponta imádkoznak, egész biztos kell lenni köztük olyan, akiben több hit van, mint egy mustármag. Tehát miért nem vagyunk képesek hegyeket mozgatni? Először is, mibe kéne hinnünk e tanítás szerint? Emlékezzünk, hogy Jézus ezt akkor mondta, amikor kiderült, hogy a tanítványai nem voltak képesek meggyógyítani egy beteget. Tehát a tanítványokat okította így. Ezek szerint a tanítványok nem hittek eléggé önmagukban. Ez megint visszavisz a kérdéshez, miért nem működik? Hiszen a mustármag nagyon kicsi, mindössze néhány milliméter. Ne lenne ekkora hit bennünk? Hiszen bármit, amit teszünk vagy meg akarunk tenni, kisebb-nagyobb hit nélkül el sem kezdenénk. Egyáltalán nem erről van szó, hanem arról, hogy hibás a tanítás. Talán fordítási hiba, vagy tudatos elírás, az most mindegy. A lényeg, hogy így nincs értelme. Jézus nem mennyiségi, hanem minőségi hitről beszél, ami egész mást fejez ki. Az eltérés nem túl nagy, de a jelentés különbség ég és föld a következő módosítással. Mert bizony mondom néktek, ha akkora hitetek volna, mint a mustármagnak van, azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen amoda, és elmenne, és semmi nem volna lehetetlen néktek. Bármilyen mag lehet a példa, de a mustármag azért a legkifejezőbb, mert nagyon pici és hatalmas fa lesz belőle. Amikor egy mag leesik a földre, a levelek ráhullanak, a szél betakarja földdel. Itt teljes biztonságban van. A sötétben a saját héja, mint páncél védi. Itt vagyunk mi most. Viszont a mag hordoz magában egy képet, és ez a kép rögzítve van minden sejtjének apró tudatában. A mag úgy dönt, hogy feladja a jelenlegi életformát, mert tudja, hogy többre képes, és feltöri a saját védőpáncélját, amibe bele is pusztulhat, és elindul, hogy valóra váltsa a képet. Mekkora hitre van szükség, hogy a mag feladja a biztonságot jelentő állapotot? Erről a hitről szól a tanítás. A hit, ami akkora, hogy mellette nincs hely kétségnek, félelemnek, aggodalomnak, vagy külső véleményeknek. Mert ha ezek a legkisebb mértékben is megjelennek, a mag soha nem hagyja el a páncélját. Ha mi hisszük, minden kétséget kizárólag, vagyis tudjuk, hogy halandó emberek vagyunk, akkor azt teremtjük meg. Az emberek mindig valahonnan fentről várták a megoldást, vagy az ország vezetőitől, vagy a hívők az égi megváltó seregtől. A következő idézet a Jelenések könyvéből fontos üzenetet hordoz. És láttam, hogy az ég megnyílt, és ímé vala egy fehér ló, és ki azon ül vala, hivatik vala hívnek és igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik, és az ő szemei olyanok, mint a tűzláng, és az ő fején sok korona, az ő neve fel vala írva, amit senki nem tud, csak ő maga. És vérrel hintett ruhába vala öltöztetve, és a neve Isten igéjének neveztetik. És mennyei seregek követik vala őt fehér lovakon, fehér és tiszta gyolcsba öltöztetve. Ha megkérdezzük, ki ez az égi megváltó a sereg élén, az emberek többsége azonnal Jézusra gondol. Vannak olvasatok, ahol úgy fordították, hogy nevét csak Isten, és ő maga tudja elolvasni.
Ez esetben hogy lehet az, hogy senki nem ismeri a nevét, csak ő maga? Úgy tűnik, itt valami félreértés van, hiszen Jézust mindenki azonnal felismerné. Itt is tisztázni kell egy nagyon fontos dolgot a megváltóval kapcsolatban. Emlékezzünk, hogy egy alkalommal ezt kérdezték tőle. Te Krisztus vagy? Ez azt jelenti, hogy a Krisztus szó egy állapotot fejez ki, ami elég nagy különbséget okoz. Ha Jézus eljövetelére várnak az emberek, akkor ez egyben mentesíti is őket attól, hogy bármit is tenniük kéne. Viszont ha a Krisztus eljövetelére várunk, ami egy állapot, így már érthető az is, hogy ezért nekünk magunknak kell tenni. Ismerd fel, hogy a lovas te magad vagy. Ha eljutottál arra a pontra, hogy felismered önmagad hibáit, és elkezded leküzdeni ezeket, elindulsz az életfán felfelé, akkor a te harcod megkezdődött. Ezért nem tudja a nevét más elolvasni, csak Isten és a lovas. Hogy mikor kezded el ezt a harcot? Csak te tudod, és Isten. Ezért várnak az emberek hiába oly régen. Ezt a harcot senki nem vívhatja meg helyetted. Ha felismerjük, hogy az az én, akinek hittük magunkat, egy jól megtervezett program végterméke, akkor megértjük, hogy miért van megrekedve az erkölcsi fejlődés évezredek óta. Megértjük, mikor más emberre tekintünk, akkor azt látjuk, hogy ő is ugyanúgy meg van téveszve, mint mi mindannyian. Csupán az ő általa felállított énkép a különbség. Ha ezt látjuk már, akkor soha többé nem leszünk képesek haragudni senkire. Így már az is érthetővé válik, hogyan tudott Jézus megbocsájtani az embereknek 7-szer, 77-szer. Megértjük azt is, hogy senkire nem erőltethetünk semmit. A harcot mindenkinek saját magában kell elindítani, ha erre kész. Ha ezt a harcot meg akarod vívni, menj be a szobádba, és zárd magadra az ajtót. Ott találod a legveszélyesebb ellenségedet, és a legbölcsebb tanácsadót is, önmagad. Ezt a harcot csak itt nyerheted meg. Jól látható, hogy az utóbbi időben egyre többen elkezdték ezt a harcot, és a sereg rohamosan növekszik. Szerencsére egyre többen ismerik fel, hogy a változást magunkban kell elkezdeni. Szükség van gyökeres változásra. Ha körülnézünk, mindenhol súlyos gondokat látunk. Egyértelműen krízisben van a földi civilizáció. Pusztítjuk önmagunkat, és pusztítjuk a természetet. Mindez csak azért, mert elhittük, hogy a pénz az igazi érték. Elfelejtettük, hogy a pénz nem más, mint az emberi élet energiája, papírban vagy aranyban kifejezve. Ezt tette lehetővé, hogy néhány ügyeskedő birtokába került akkora vagyon, hogy azzal már könnyen irányítanak szinte mindent. A változás elkerülhetetlen. Válaszúthoz érkeztünk, vagy elpusztítjuk önmagunkat és a bolygónkat, vagy feljebb lépünk. A jó hír az, hogy most már tudjuk, hogy bármelyik pillanat alkalmas a változás megkezdésére.